A megfelelő rugózást gyakorolják ezek a fiatalok, majd miután már jól berögzült, jöhetnek a könnyebb lépések is. Például most felcsikit tanulunk meg moldvait. Moldvait azt már tanultunk próbákon, és felcsikit azt most kezdtük el, és általában távolakban mindig új táncokat tanulunk. Tehát azért érdemes eljönni, aki táncol, annak is, mert sok új táncot tanulunk. A tánctáborban jelenleg 25 fiatal van, sokan visszajáró vendégek. Voltam az elmúlt években, és én nagyon jól szoktam érezni magamat, és most is nagyon jól érzem. Na és miért? Mit csináltok itt pontosan? Hát táncolunk meg, ugye, hát itt vannak a szikrások is, és ugye, hát nagyon szeretek velük lenni, mert jól érezzük együtt magunkat, mert barátok vagyunk. Az egyhetes táborban a fiatalok jó alapokat szerezhetnek a következő tanévre, és megismerkedhetnek a néptánc alapjaival. Sokan ugyanis itt táncolnak először, ha pedig kedvet kapnak hozzá, szeptembertől már a tánccsoportban is folytathatják. A moldvai táncokból az egyszerűbbeket, tehát ott is van azért elég sokféle táncok van Moldvából, ott is vannak könnyebbek, nehezebbek. A korosztálynak megfelelő táncokat válogattam ki. Ugye a felcsiktáncé pedig az is elég gazdag, nagyon sokféle táncok van, vannak játékos táncok, illetve vannak páros táncok, itt is a páros táncokból az alapokat kezdjük el megtanulni. A tánctábor egészen péntekig tart, aki pedig szeretne új táncokat tanulni, még csatlakozhat a fiatalokhoz.